Sziasztok! Ma folytatom a Total War Róma 2 Vratos Spárta, a spártai kívásos végigjátszásomat. És itt maradtam, ugyebár, hogy megtámadtam ezt a korkirai csapatot, ha minden igaz, és ugyebár rajtaütés van, szóval... hát lemészároljuk őket. Nagy valószínűséggel egy szép kis mészárlás lesz. Oké, egész jó kis terepünk van. Ó, a fenébe. Szépen elintéznek amúgy minket. Vagyis hát okoznak veszteséget. Ezt a csapatot elintézik. Jó lenne őket teljesen elintézni amúgy. The battle is turning in our favor. Hmm, 14 periolykoi maradt. Quick march! Back for glory! We will
Hogy őszinte legyek, nem baj, hogy elveszítem őket. Képzek spártaiakat helyettük. Ez a rohamozó képességetek? Elég szánalmas. Ja, feladják, ennyi volt. Ez jó volt amúgy. Helyes. Ez egész jó volt. Az egyik csapat lovas elmenekült fenébe. Na nem baj. Utolérjük őket amúgy. Kell képezzünk pár spártai hoplitát. Így né. Ezeket el akarom veszíteni, ugyebár leszerelni nem szerelhetünk le csapatokat, így ezeket el akarom veszíteni, szóval ezeket majd előre küldöm. Ezt a 7 javelint. Na ja, pont jó lesz, hogy ez a pár lovas pont elegendő lesz arra, hogy elintézzék az előcsatározóimat. Hogy elveszítsem őket teljesen. Na előre. Ezüstgerendás a tábornoki testőrség, az nem is rossz. De a lovas... Te. Nem igaz, hogy a... Nem igaz, hogy a izét támadja a lovast. Mi a fenét csinál ez? Majdnem. Mi a szar csinál ez? Hihetetlen. Na végre. The men are wavering. Oké. Mi a fenének nem támadta meg a javelint, nem értem. Na mindegy, a lényeg, hogy elintézték őket. A lényeg, hogy csak elveszítettük a javelineket. Az a legjobb. Sirály. Nem a legjobb a közrend.
Oké, mindegy. Kell még pár hajó. Majdnem körváltás. Shirai, csatlakozott az ügynök. Remek. $7,700 bevétel. Az már valami. Plusz közrendet kaptam. Plusz kéne ez, hogy legyen 3-as szintű kecskefarmunk. Lényegtelen. Amúgy csak kezdj el képezni. Lol. A fenébe. Annyi az egész így lát minket. Na mindegy. A városi őrség az jó, a városi flotta egyelőre nem. Kell egy nagyon erős flotta kütérára. Ezt ki kell fejlesztem előbb. Kell a 3-as szintű barak. Ja, hogy én max adon játszom. Ó, oh, oké. Okay. Az... az nem baj. Sőt, nagyon jó. Ha így tudjuk tartani a közrendet max adon, az azt jelenti, hogy maradhat akkor. El kell vennünk pronoit. Nope. Most kezdték, most azt hiszem most kérdezték meg először, hogy akarok békét vagy nem. Durva. Na várjunk, nekem van egy rossz érzésem, hogy ezek ha kikötnek, egyből meg tudnak támadni. Így is jó. Na és akkor most jön az, hogy nem tudjuk, hogy milyen izét válasszunk. Templomot. Apollon temploma, Poseidon temploma, Athéna temploma, Zeus.
vagy Hephaistos, vagy mi a bánat. Hát én amellett vagyok, hogy Zeus, mivel Zeus kedvelem, szóval... Ja, Zeus lesz. Oh, hello! Ezeket úgy szétszabotálom, mire ideérnek, nem marad senki. Jó, hát na. Ó. Oh. Jó van. Jól kezdődik. Nem is gyalogság kell, hanem lovasság inkább. Jó, legyen egy gyalogos is. Van 10 élelmem. Amúgy Zeus templomához... Jaj. Hát akkor... Hát annyi az egész, hogy ezt nem igazán építeném meg. Mondjuk Zeus templomát megépíteni, az jó lenne, mivel 8%-kal több bevétel az összes nyersanyagból, amit termel a provincia, plusz 120 dénár bevétel from culture, ami nem rossz. Annyi az egész, hogy az e templom kell, ami jó sok időbe kerülne. Plusz, ahogy elnézem, az ellenséges csapatok nem igazán vannak a területen. Így Zekintosból átmehetünk Pronoira, amit szintén egy barak véd a fenébe. Na jó, mindegy. Ja, elvesszük. Mindig hoznak krétai jászokat fenébe. Jó lenne ezt az ügynököt amúgy áttéríteni. Plusz Patraiba nem biztos, hogy kell ez a barak. De egyelőre meghagyjuk. De csak egyelőre. Ott vannak. Oh, hello. Lol. Újra próbálkoznak. Amúgy, ha tudok képezni egy jó flottát, el fogom foglalni a városukat. Csak annyi az egész, hogy egy flottával nem lenne jó elfoglalni, hanem ahhoz kellene egy szárazföldi sereg, hogy elfoglaljam a városukat. Mivel flottával ugyebár el tudom venni az első várost, Krétán, de utána annyi, szóval utána már nem még tudok területet foglalni. Azért kéne a szárazföldi csapat. Na de mindegy. Majd meglátjuk, hogy hogy lesz. Azért annyira előre ne tervezzünk. Vissza, 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 vissza. Ajjaj, ajjaj. Oké, okay, oké, okay, meg lesz, meg lesz. Ajjaj. Az nem jó. Nem, bár ha jól látom, pár hajót meggyújtottak. Our men flee the field of battle. This is a shameful display. Ja, ez a két hajó elsüllyed. Nem baj, annyi az egész, ugyebár, hogy a hajók elmenekültek, de van rajtuk legénység, így megmaradnak.
Itt van egy kis bug amúgy. Itt. Nem engedő, hogy oda helyezd a hajót. One of our units has used all its ammunition. Nem hiszem, hogy ott lenne valami, hogy amiatt nem engedi. Szerintem csak simán ott van egy kis bug. Gyere vissza, köcsög! Bó. One of our units has used all its ammunition. Ezek csak állnak itt egy helyben. Tudják, hogy nincs semmi értelme, mozogjanak. Jó, már is. General, understood. One of our ships is being boarded. Jó, megvan. Süllyezd el. Szép. Ez meglepő módon nagyon könnyű volt. Meglepő módon a gép csak állt egy helyben. Azt nem csinált semmit. Na mindegy, a lényeg az, hogy győztünk. A fenébe. Köcsög. Kiütötte a hadvezéremet. Teljesen blokkolta. Az jó. Ezt is megépítem. Plusz életerő a hajóknak. Na az kéne. Az nagyon kéne. Plusz öklelési bónusz. Szóval most nem írja azt, hogy mennyi az öklelési bónusza. Na mindegy, mennyi az életereje? 693. 5%-kal több, az azt jelenti, hogy 728. Holy heck, az szép. Tökéletes. Jó erős flottám lesz. Nagyon-nagyon erős flotta. Utána ezt a technológiát kell kifejlesszem, hogy tudjak hármas szintű kikötőket, hogy plusz élelmet adjanak.
Oké. És vegyük el Pronoit. Hát ne essen az eső. Oké, ez jó. Meg is próbálnak kikötni. A fenébe. Kikötöttek. Our general is under attack. Nem, bár lenyilazzuk őket. Annyi az egész, hogy most körbe kell menni a maradék hajóval. Ó, a fenébe. Unalmas. Hát nem mintha így állítottam volna fel a hajókat, de mindegy. Így is jó lesz. Annyi az egész, hogy nem lehet kikötni. Jó, itt ki lehet. Oké. Akkor te... Oké, oda. Spartans. Oké, srácok, folytassuk. Ó, az egyik spártai jut is kikötött, na mindegy. Várjunk, ez kitámad? Mármint ide jön? Ha igen, az jó. Ja, ezek ránk támadnak. Tökéletes. Mert az íjász hajók elintézik őket. Akkor vonuljunk egy kicsit a tenger mögé, hogy az íjász hajók támogassanak. Ja, valahogy így. Ja, így pont jó lesz. Támadás. És ha lehet, lőjetek is, köszönöm. Ezeket az íjászokat gyorsan lelövik. Ja, szép volt.
One of our units has used all its ammunition. Gyerünk! Tűz! Ennyi volt. Kemény 98 embert vesztettünk. Az volt a legjobb, hogy a tengerről az íjászhajók támogattak minket. Ez nagyon jó kis csata volt. Oké. A barakkot hát meg kéne hagyni egy ideig. És képezni kéne. Pár csapatot. Egy ideig ott maradunk. Most jön az, hogy el kell venni Ambrákiát és Anaktóriát. És annyi az egész, akkor ezeket is el kéne itt foglalni. Le kell győzzük ezt az Epiroszi csapatot. Ebbe a seregbe még kell képezni 4 csapat spártai hoplitát. És megtámadni Korinthoszt. Ja. Bizony. És le fogom rombolni ezt a barakkot, miután legyőztük Epiroszt. Mivel van egy olyan érzésem, hogy meg tudjuk most már védeni Patrait anélkül, hogy ez a barakk itt legyen, és építünk valami épületet, ami bevételt ad. Na jó. Akkor... körváltás? Plusz majd kell képezzek. Ez mi? Flotta. Annyi az egész, hogy mondjuk Piloszt lassan-lassan elhagyhatjuk a csapattal. És fogok képezni egy sereget, egy jó, jobb sereget, pár spártai hoplitával, könnyű lovassal, vagy megvárom, még meg lesz a barak, és képezek skiritáikat és hippiusokat. És az szerintem sokkal jobb lesz. Csak ahhoz kell ez a barak, és ez a technológia plusz ez a barak.
és akkor egy Hippius sereggel, Hippiusokkal, ugyebár a Hippiusok azok nehéz lovasság, és a Skiritai az egy ilyen hoplita egység, de inkább ilyen, mint a Tureos lándzsások, inkább támogató egység, szóval van, azt hiszem 10 lövést képesek leadni, és utána pedig közelharcolnak, vagy közelharcol is küldheted őket egyből. Egy ilyen jó egységnek számít szerintem, nagyon jó egység, nekem tetszik, és egy olyan sereggel el fogjuk foglalni Küdóniát, Gortinát és Knossoszt, és akkor meg lesz egész Kréta. A Hippiusok azok nagyon jók lesznek, mivel ha minden igaz, akkor az egyfajta ilyen közepes szintű sokkoló lovas, és közelharcban is egész jók. Így nagy szükség lesz rájuk. Na jó, a lényeg az, hogy körváltás. Várjunk a következő körben. Tél van. Na mindegy. Nope. Szponzoráljunk egy atlétát? Kapunk plusz közrendet, nem? Jó, legyen. Amúgy is van pénzünk rá. Jó, plusz izét kapott. Traitet. Ilyen... Na mindegy. Amúgy van egy ötletem, nyáron esztet át fogjuk rakni erre, két körig, hogy a lakosság közrendje meghaladja több mint 50 pontot például, és akkor sokkal több bevételt fognak adni. Szóval megéri átrakni, vagy két körön keresztül, és utána visszarakjuk plusz adózásra. Az úgy jó lesz. Jó, ezeket itt lemészároljuk. Előbb próbáljuk meg áttéríteni. Ez flotta? Nem, mert transport. Próbáljuk áttéríteni ezt az ügynököt. Ó, szép. Nagyon szép. Ügyes. Nagyon jó volt. Zekintoszon megmarad a barak, és leromboljuk Patraiban. Ebben a seregbe kell képezni majd 4 csapat spártai hoplitát. És majd el kell vegyük Korinthoszt, amit annyira nem védenek, ám bár ez a sereg erre tart. Ám bár az a legjobb, hogy ez a sereg megpróbálja elvenni majd szerintem Mantineát. És emiatt majd le tudjuk győzni őket könnyedén, és nem lesznek a városban. Az lesz a legjobb. Amúgy ez a technológia kell utána. Na mindegy. Van egy nagyon-nagyon jó flottánk Kütérában. Ami jó lesz arra, hogy például elfoglaljuk Meloszt, vagy elfoglalni az itt lévő sziget városokat. A flották arra nagyon jók lesznek a sziget városok ellen. Ez is gyenge. Itt meghagyom a barakkot, mivel kell az nekünk. Képezzünk még egy spártai hoplitát. Egész jó kis seregem lesz amúgy. Ezeket le kéne vadászni, nem? Szerintetek? Szerintem le kéne. Na jó, ne húzzuk az időt. Egyfolytában pofázok. Adjunk nekik. Mondjuk a seregem annyira nem erős. Szóval...
Az a legjobb ugyebár, hogy gyengébb a moráljuk, mint nekünk. Plusz neki könnyű hoplitái vannak, nekem pedig spártai hopták. Meg periolykoi is mondjuk, de na, lényegtelen. General. Az íjászokkal rá kéne lőni a lovasságra. Tűz. Az jó volt, belerontott a lovassággal a periolykolyokba. Vissza! Our units has used all its ammunition. Archers! Orders understood. Ready. Spartans! Orders! Spartai hopliták jól kitartanak. Quick march! Orders! Riders advance! One of our units has used all its ammunition. Te jó ég, az szép volt. Mészárlás. Sparta!
Ó, hogy az a... Ez jó melléklik volt. One of our units has used all its ammunition. Oké, ennyi volt. Hello. Sok itt a menekülő. One of our units has used all its ammunition. Jó, hát sokat nem tudtunk elkapni, de most már mindegy. Majd utolérjük őket. Az a melléklikkelés az durva volt. És nem, hogy melléklikkeltem, csak kijelölte véletlenül az összes egységet. A periojkóit egybe tesszük. Így. Ezt is, és akkor az egyik javelin egységet, vagy mind a kettőt előre küldöm, hogy meghalljanak. Mivel nem kell már javelin egység nekem. Morál, movement speed, autori. Ügynökök ellen védekező képesség, az jó. És akkor az lesz, hogy az egyik javelin egységet előre küldöm, hogy ezek megöljék teljesen, ha lehet. És utána meg befejezzük őket, lemészároljuk a maradékot. Jó. Vagy küldjük előre mind a kettőt. Ugyebár nem kellenek nekem a javelin egységek, így előre küldöm őket, hogy meghaljanak. Ugyebár leszerelni nem szerelhetünk le csapatokat, de hogyha előre küldöm őket és elveszítem csatában, az lényegtelen. Men are wavering. Our general is under attack. The enemy general is dead. Hát jó, mindegy. Az egyik egységet biztos elveszítettem, a másodikat nem. Sajnos. Maradt kemény 9 ember fenébe. Plusz 10% melee attack skill for all hoplite unit. Az nem rossz. Nekem kéne az, hogy
engedélyezze az éjszakai csatákat például. Hát ez nem az. Ez ide ugyebár akkor nem még kell. El kéne foglalni Naupaktoszt. Oh, General. És ez mit ad? Az én bajnokom győzött. Kaptunk pénzt? Kaptunk pénzt, igaz? Mert nem ennyi pénzem volt. Na mindegy. Ezeket mire leképzik, addig tavasz lesz. Ja, kell 3 spártai hoplita. Az a legjobb, hogy az ügynök miatt a spártai hopliták fenntartása 79 dénár. Ami valljuk be, potompénz. Legyen bánya vagy egy ilyen? Inkább ilyen. Ja, az jó lesz. Hello. Küldik a sereget. Melos is jön. Ám bár el is érjük őket. Küdóniában van aranybánya. Ó, te jó ég. Az nekünk kéne. Az aranybánya, az nagyon kéne nekünk. Ah, ugyan már. Ez egy egész jó sereg amúgy. El kéne mondjuk veszíteni a 3 előcsatározót és a 2 perioikoit és a spártai juttokat. Az még jó lenne. És akkor képeznék helyettük íjászt és spártai hoplitákat. Szép volt. Ó, van egy kis probléma, nincs elég pénzünk. Érdekes. Ezt nem képezzük le akkor. Nem sikerült.
Ezeket el kéne kapni amúgy. Ám bár az attól függ, hogy hova tartanak. A Zekintoszon ugyebár van a városi flotta plusz a városi őrség, ami nagyon jó. Szóval nem lesz itt annyira probléma. Te gyere egész ide. Kéne egy olyan dignitári, ami csökkenti a csapatok fenntartását. Például ez a csávó. Annyi az egész, hogy nincs olyan képessége, ami csökkenti a mizét. Fenntartást. Ki kéne ütni amúgy. Át kéne téríteni egy olyan ellenséges ügynököt, vagyis dignitarit, ami a csapatok fenntartását csökkenti. Az jó lenne. Ám bár egy idő után mondjuk a pénz már nem lesz lényeges, szóval sokkal jobb lesz, hogyha a csapatok tapasztaltak, mint például ez a sereg, mint hogy olcsóbb legyen a fenntartása, mivel egy idő után elérjük majd azt a szintet, hogy annyi területünk lesz, hogy egyszerűen már a pénz nem fog problémát okozni. Még télen is lesz bevételünk. Egész jó bevételünk lesz majd télen. Szóval egyszerűen csak a játék elején fontos az, hogy a csapatok minél kisebb fenntartáson legyenek, ugyebár. A játék vége, vagyis közepe fele már annyira nem. A játék vége fele meg már lényegtelen. Mikor már a térkép 90%-a tiéd, akkor már lényegtelen, hogy mennyi a csapat fenntartása. Lehet 500 dénár darabja, akkor is fent tudod tartani majd őket. Csak a játék elején fontos a csapatok minél kevesebb fenntartása, minél kevesebb legyen. Korkira. Na ne szívass. Ez komoly. Erre ő támad meg engem. Durva. Ó, Shirai. Nem esik az eső, így fel tudjuk gyújtani a hajóikat. Jó, egész jó felállást vettek fel amúgy. Csak simán elsüllyesztjük őket, az kész. És viszlát. Pár hajót elveszítek. General!
By your command. Our men. Our general is under attack. Flee the field of battle. This is a shameful display. Gyerünk. Our men flee the field of battle. This is a shameful display. Oh, te jó ég. Négy teljes hajót veszítettem. Ám bár az annyira nem sok. Elsüllyesztettünk 20-at. Nem is volt rossz. Elkészült a sereg amúgy. El tudnánk foglalni Naupaktoszt. Csak annyi a baj, hogy az Aetolian Liga szerintem erős. Meg kéne vizslantani először. De közelben nincsen ellenséges flotta, szóval okés. Nincs nagy veszély. Na ja, ezt a technológiát kifejlesztem, és akkor utána eztet. A Melos hazamegy. Oh, for fuck's sake. El fogják venni Korinthoszt? Hűha. Az nagyon nem oké. Ez igen. Szép volt. Az szép. Ettől a hadvezértől majd átveszünk pár csapatot. Na ja, ez a baj.
van egy sereg, ám bár a Naupaktoszt elvennénk, az jó lenne. Nem hiszem, hogy utolérjen minket. Ki kell kössek az ügynökökkel, és el kell vegyük Naupaktoszt. Plusz meg kell építsem ezt a barakkot. Amúgy a közrend egész jó. A helyen. Jól legyengítettük őket. Ha elveszik Korinthoszt, még több embert veszítenek. És én egyből le tudom majd támadni őket, azt el is vesszük a várost. Korinthosz elvétele az nagyon jó lenne nekünk. Le akarta fizetni a... Ó, le akarta fizetni az ügynököt, az én ügynököm pedig kiütötte. LOL. Sirály. Ja. Jó, és akkor most kell ez. Az 2, 5, 7 kör. Vagyis a 9. Nem lehet. Oké. Ám bár megtámadhattam Korinthoszt. Még mindig ostrom alatt tartja. Oké. Jó, és akkor átadunk pár egységet neki. Átadunk, vagyis elveszünk egy ilyet. Átadunk két íjászt. Ezt elvesszük és adjuk ezeket. Plusz még egy egységet kéne. Hát, majd a következő körben. Vagyis, mehetsz te. Add ezt. Egész jó sereg. Épül a barak amúgy. Ó, ezek kinyírják itt magukat. Ezzel a sereggel át kell valahogy jussunk kütérára. Valahogy úgy, hogy ne süjesszenek el minket a tengeren. Az lenne a legjobb. Ezek csak itt állnak egy helyben. Korinthosz 3 körig bírja még. A kikötő miatt nem veszít embereket.
De ugyanúgy egy idő után megadják magukat. Ezt egy körig használjuk. Azt hiszem visszavonultak Korinthosztól. Rám küldi az ügynököt. Azt hiszem nem sikerült. Mi a szar? Perzsák. Perzsák méghozzá. Pirgian Spearman-nel. Ugyan már. Baktriai lovas. Perzsai jászok. Na mindegy. Jó. Ezzel a sereggel erre. Ezeket el kéne intézni amúgy. A következő részben. Köszönöm a megtekintést, hamarosan folytatásra kerül. Sziasztok!